Forma Együtt támogatója, a modern megtakarítási formák partnere, a Questor RT. Köszöntöm Önöket a francia nagydíj napján, és természetesen vendégeinket is itt a stúdióban, Dávid Sándort és Szabó Róbertet. Szervusztok! Van-e valami különleges újdonság, amit villámgyorsan meg kell említenünk itt a műsor elején? Azt hiszem újdonság különösebben nincs, hanem egy nagyon régi dolog, hogy megnéztem, és tavaly majdnem hajszára ugyanígy indultak a fiúk, Alonso az élről, Schumacher nem a második helyről, nem a harmadikról, aztán fordított lett a végeredmény. 1983 óta nem nyert Renault ezen a pályán, akkor Alain Prost volt, aki sikeresen teljesítette ezt a jó néhány kanyarból és egyenesből álló útszakaszt. Mi lesz ma? Hát igen, hogyha a franciák szemszögéből nézzük ezt a dolgot, akkor nyilván az ő szívük most egy picit fáj, hiszen nincs francia pilóta a Formula 1-ben olyan, aki most futamot is tudna nyerni. Más kérdés, hogy vigasz ugye az, hogy a Renault most idén talán olyan formában van, hogy a végelszámolásnál is a világbajnoki címre törekedhetnek, mármint a konstruktőriben. Alonsonak nagyon nagy esélye van a mai futamgyőzelemre, maga biztosan vezeti a ponttáblázatot. Láttunk már a példát, ugye, amikor ez kicsikét hátrányba sodorta, amikor nem volt egyértelmű az út a győzelem felé, ugye Kanadában, de én azt hiszem, hogy most van annyira kiegyensúlyozott ezen a hétvégén, hogy jó eséllyel pályázhat a győzelemre, meg még egy-ketten mellette. Köszönöm szépen, ez ugye idén a hatodik pole pozíciója a Renault-nak, Bahrein óta egyébként nem árt Renault-s a rajtrács elején. És most folytassuk játékunkkal. Mi volt a négyszeres világbajnok francia Alain Prost beceneve? A professzor vagy a doktor? A jó válasz betűjelét vasárnap 15 óráig küldhetik el a 1793-as ML-díjas számra. A helyes megfejtő között kisorsolunk 5 darab egyéves F1 Racing magazin előfizetést, továbbá két szerencsés játékos Geox cipőt is nyer. Most pedig folytassuk egy biztonsági ruhadarabbal, ami egyben a versenyző névjegye is. Egy Forma 1-es bukós isak első hallásra két ellentétes dolognak kell, hogy megfeleljen. Nagyon nagy ellenálló erővel kell, hogy rendelkezzen, és nagyon könnyű kell, hogy legyen. Egy sisak alig 1 kg súlyú, és mégis számos különböző anyagot tömörít magában, amely a szilárdságát adja. Persze a formatervezés sem lényegtelen, a versenyzőknek ugyanis teljesen bele kell olvadnia a versenyautóba, hogy minél jobb legyen a légellenállás. A kokpitből csak a fej látszik ki, de az sem okozhat légörvényt, ezért a bukós isak formáját úgy kell tervezni, hogy az tökéletesen elvezesse az áramló levegőt. Fontos szempont még a kényelem, ami nem alábecsülendő. A versenyzők fejéről pontos méretet vesznek, az adatokat számítógépre viszik, és a versenyző fejformájára tervezik rá a sisakot. Egy bukós isaknál minden rétegnek megvan a saját speciális feladata. A külső réteg karbonból készül, hiszen ez az anyag amellett, hogy könnyű, nagyon erős és ellenálló. A belső rész tűzálló anyaggal van kibélelve, a sisaknál ugyanazt a Nomex nevű anyagot használják, mint amiből a tűzálló versenyző overall készül. E fölött van egy vastag rezgéscsillapító habréteg, amely elvezeti az ütés energiáját, hogy az minél kevésbé sértse a fejet. A belső levegőkeringtetés megoldása is egy külön feladat, hogy a pilóta feje szellőzön, és a plexi ne párásodjon be. A bukós isak a versenyzők legjellegzetesebb viselete, hiszen csak ez látszik ki belőlük verseny közben. Éppen ezért a külső mintázatra mindenki nagyon odafigyel, és próbál feltűnő, egyedi mintát varázsolni a sisakjára. Most már bőven benne járunk a nyárban, úgyhogy mindenki számára egyértelmű, hogy ilyenkor már fölröppennek a pletykák a jövővel kapcsolatban. Mi folytassuk azzal, ami most azt hiszem, hogy elég sokakat érdekel, ez a BMW Sauber házasság. Az utóbbi hónapokban egyre hangosabban pletykáltak arról a Forma 1-ben, hogy a Williams és a BMW útjai hamarosan elválnak egymástól. Most néhány nappal ezelőtt hivatalossá vált, hogy a német motorgyártó megvásárolja a Sauber istállót, és 2006-ban már saját csapatot indít a Forma 1-ben. Az üzlet megköttetett, igaz az még nem tisztázott, hogy a Sauber bekebelezése egyet jelente a Williams elhagyásával a BMW számára.
Egyelőre még csak elkezdtünk beszélgetni arról, hogy jövőre motorokat szállítunk a Williams csapatnak, de megállapodás egyelőre még nem született. Ami jelenleg biztos, hogy kibővítjük az Auber svájci főhadiszállását, és sokkal többen fognak dolgozni Hinwilben, mint jelenleg. Hát persze, természetesen a költségvetés is jóval nagyobb lesz, szóval ez egy kibővített csapat lesz, és nem pedig egy teljesen új. Számomra az a legfontosabb, hogy most 62 éves vagyok, és a legjobb korban hagyom abba a munkát. Nem szerettem volna még 70 évesen is a cirkusz tagja lenni, tehát a legjobbkor jött ez a lehetőség. A csapat jó kezekbe került. Nem tisztázott még az új csapat pilótáinak kérdése sem. Az biztos, hogy a Saubernél most minden nagyon biztatónak látszik. Ez egy remek hír. Igazán fantasztikus a számomra, hiszen 2006-ig szól a szerződésem, tehát jövőre jókor leszek jó helyen. A Williams már hosszú idő óta rágódik ezen az ügyön, hiszen a BMW-vel nem volt felhőtlen az együttműködés. A csapat előtt sok lehetőség áll jelenleg, többen is szállítanának motort az istálónak. De hát ez egy ilyen játék, egyszer fent, egyszer lent. A BMW nagyon erős hátteret biztosított, ezért szerintem nagy veszteség éri a csapatot, de talán tudják majd pótolni a hiányokat. Szerettük volna valaki a Williams részéről is elmondja a véleményét, de szombat délutánig a csapatvezetés nem kívánta kommentálni az ügyet. A csapatvezetés lehet, hogy nem, de Robi fogja nekünk kommentálni az ügyet. Mark Webber említette a kulcsszót, hogy a BMW nagyon nagy támogatást adott nekünk, és éppen ez volt az, ami miatt a Müncheniek vezetése húzta a száját, hogy nem volt igazán beleszólásuk az autó konstrukciója egészének a kialakításába. Tulajdonképpen Sir Frank Williams őket egy olyan helyzetbe hozta, hogy fiúk, mi fizetjük a motort, ti adjátok a motort, és onnantól kezdve ne szóljatok bele abba, hogy készül az autó. Pedig ugye van saját szélcsatornája, a BMW-nek is van saját szélcsatornája, de hát ott nem tud mit fejleszteni, mert nem adta Williams magát a kasznit és a konstrukciót. Ők többet akartak. Most az Aubernél ez létrejöhet, tehát az, hogy most eleve mindenki ugye új erőforrással indul. Lesz két szélcsatorna. Két szélcsatorna, és amit akarunk, és ugye V8-as motorok 2.4-es lökettérfogattal, és miért ne adhatna motort ugyanúgy, mint eddig, hiszen eddig is csak motort adott a Williamsnek, miért ne adhatna a jövő évenben is, vagy esetleg később? Persze nekem van a kételjeim, a Sauber semmivel se keményfejű, vagy kevésbé fafejű, mint Frank Williams. Hát mindenki ragaszkodik a saját elképzeléseihez. Apropó, és úgy tudom, hogy a Ferrari motor az meg átmegy a Matesi céghez, Didi Matesit a Red Bull-ba szépen átviszi. Jó, nekem az jutott erről az egészről az eszembe, hogy kicsit olyan alézi és fizikella sorsára juthat esetleg Webber és Heidfeld, és ezt abból a szempontból mondom, hogy megint oda kerültek valahova, ahol éppen lehetett volna valami, akkor, amikor ott kell, hogy hagyják, illetve nem ők hagyják ott a csapatot, de a csapatot az igazi támogató adja ott. És... hát ebben van valami, hát ugye Alézi azért említetted, mert ő akkor igazolt a Ferrarihoz, amikor a Ferrari a 19 éves lejtőre került. Hát lehet, hogy szerencsétlen Webber is ott ül majd egy autóval, ami lefelé megy, nem pedig előre és fölfelé. Nagyon sajnálom Heidfeldel együtt. Folytassuk a gumiügyjel, amely most már nyúlik, és azt hiszem, hogy nem lesz vége, csak talán 2006-ban, hogyha elbúcsúzik az a cég, amely jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a legnagyobb, hát nem is tudom, mit kavarta. Tovább gyűrűzik a Michelin botrány. A sportbíróság ugyan szeptember 14-ére halasztotta a döntést az indianapolisi futamot bojkottáló 7 Michelines csapat ügyében, ám a pedokban már is megindultak a pletykák a várható büntetés mértékéről is. Az OBC szerint a 7 istálló egyenként 2 millió dolláros büntetést fog kapni, a Michelin pedig 2006-ban már nem fog gumikat szállítani a Forma 1-ben. A francia gumigyártó vezetője Pierre Dupesky óvatosan és sejtelmesen fogalmazott a kérdéssel kapcsolatban. Nézzék, ha hibáztunk, természetesen meg kell fizetnünk érte, illetve van, aki fizet, van, aki nem, de hát ez egy másik kérdés. A Michelin egyébként közleményben ismerte el az amerikai nagydíjon elkövetett hibáját, ezen kívül bejelentette, hogy kártalanítják az amerikai nézőket, ráadásul a jövő évi futamra 20 ezer jegyet vásárolnak, amelyet az idén kilátogatók között osztanak majd szét. Folytatás tehát szeptember 14-én, de valószínűleg addig még sok csata zajlik majd le a színfalak előtt, illetve mögött. Az ügy fontosságát jelzi, hogy pénteken a Forma 1 minden 6 óra, Bernie Eccleston informális beszélgetésre hívta a csapatfőnököket. Csak arról beszélgettünk, mit is tehetnénk az indianapolisi futamért. És mit szól a sporttanács szerdai döntéséhez?
Hát nehéz helyzetben voltak, hiszen egyik csapat sem tartotta be a szabályokat, és ez kínos mindenki számára. Márpedig a szabályok azért vannak, hogy betartsák azokat. Azzal az érdekes információval lettünk gazdagabbak, hogy 2006-tól lehet, hogy nem lesz Michelin a sorozatban. Ez azért érdekes egyébként, mert én beszéltem Pierre Dupasquet-val 4 héttel ezelőtt körülbelül, és akkor azt mondta, hogy ők tulajdonképpen, amíg nagyon sikeresek voltak, azon gondolkoztak, hogy nincs miért folytatni, hiszen ha nincs ellenfél, akkor nincs miért küzdeni. Utána jött ez a baki, és akkor... Akkor most van miért folytatni. Most van miért folytatni, és ezek ellenére jön ez a hír, hogy mégis kiszállnának. Nehéz helyzet van a Michelin. Ugye nem hiányzott nekik ez a botrány, hiszen ez nagy hullámokat vet, és rossz rontja, igen, hát rontja a eladásaiknak a esetleges mértékét. De volt már ilyen, tehát volt, amikor egyedül maradt, és nem volt hajlandó tovább menni. Volt, amikor a szakszervezet, tehát a gyári szakszervezet nem engedtek a gyár vezetését, hogy tovább szórakozzon a Forma 1-el. Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon drágába kerülnek a gumik, sokan fizetnek is érte a csapatok közül, de ugyanakkor pedig a gyár szempontjából egy ilyen speciális, nagyon igényes gyártás pedig ráfizetés tulajdonképpen. És akkor mi Bridgestone-t és Firestone-t látunk majd a pályán? Hát lesz egy gyártó, volt már ilyen, volt már 4 is, és volt 1 is. Jön majd egy valaki, aki fölvállalja ezt az egész bulit, és azt csinálja. És tulajdonképpen ez sokkal lehetőség vagy kötelezettség? Hát ez tulajdonképpen kötelezettség lesz valamelyik nagy gyártótól. Jó, köszönöm szépen, most pedig folytassuk azzal, hogy mi történt a tegnapi napon, tehát az időmérő edzésre tekintünk vissza. A visszapillantó rovat Forma 1-es támogatója az Allianz Hungária, felgyorsult életünk biztosítója. Még szombat délkörül is bizonytalan volt, hogy szárazon vagy esőben rendezik meg a francia nagydíj időmérő edzését, de aztán a csapatok nagy megelégedésére a kvalifikáció csapadék nélkül zajlott le. Nem igazán ment szombaton a Williams BMW-nek, Webber és Heidfeld csupán a 13. és a 14. időt autózták. A Toyotás Ralf Schumacher úgy lett 12., hogy az egész edzés legnagyobb hibája az ő nevéhez fűződik. Valóban volt egy kisebb hibám, de igazán nem bánkódom miatta. A nap meglepetését a Bárhonda japán pilótája Takuma Sato szállította azzal, hogy a két Ferrari közé beékelődve az 5. lett. Barrichello a 6., míg 7-szeres világbajnok csapattársa Michael Schumacher a 4. rajtkockát szerezte meg. Eddig a szerencse elpártolt tőlünk, ezért sem szereztünk még pontot ebben a szezonban. Pedig volt néhány verseny, ahol kifejezetten jó teljesítményt nyújtottunk. És azt hiszem, ezt itt Manikurban is folytatni fogjuk. Remélem, most már végre pontszerző helyen érünk célba. A finn Kimi Räikkönen tegnapi motorcseréje miatt hiába autózta a 3. legjobb időt a kvalifikáción. 10 helyes büntetése miatt ő a futamon csak a 13. pozícióban rajtolhat majd. Fogalmam sincs, hogy a többiek mennyi üzemanyaggal mehettek az időmérőn, ezért nehéz megítélni a helyzetünket. De az autó nagyon jól megy, a taktikánk is megfelelő, úgyhogy azt hiszem, abban biztos lehetek, hogy az első 6-ba kerülök, de majd meglátjuk a futamon. A 2. helyen fejezte be az időmérőt a Toyotás Jarno Trulli, aki olasz létére igencsak otthon érzi magát Manikurban. Szinte úgy érzem, mintha már én is francia lennék. Rengeteg szurkolom van itt, hiszen versenyeztem több francia csapattal is, a Prosttal és a Renault-val, úgyhogy mindig örömmel térek vissza ide. Akárcsak tavaly, idén is a Renault szurkolók legnagyobb örömére, a spanyol Fernando Alonso szerezte meg a francia nagydíj pole pozícióját, ami a WD pontverseny illovasának különösen fontos. Manikurban óriási előny megszerezni az első rajtkockát, hiszen ezen a versenyen nagyon sok a box kiállás, ezért nagy a forgalom a pályán, és ezt az élről lehet a legjobban kikerülni. A visszapillantó rovat Forma 1-es támogatója az Allianz Hungária, felgyorsult életünk biztosítója. Folyamatosan sok szó esik arról, hogy vajon ugye hány liter üzemanyaggal megy ki egy versenyző az időmérő edzésen. De ez azért fontos, hogy mikor kell majd kijönnie ugye a verseny alatt tankolni. Lille Gábor számolt nekünk. A box kiállás rovatot a 2004-es világbajnok csapat partnere, a Shell Vipa Racing forgalmazója, a Shell Hungary RT támogatja. Na hát nézzük a Manikúri pályát, ami 4,4 km hosszú, és a legrövidebb box utcája van, mindössze 19-20-21 másodperc az időveszteség egy kiállás alkalmával. Körönként 3,5 litert fogyasztanak a versenyautók ezen a pályán,
lesz olyan, aki talán négyszer is kijöhet, majd háromszor szinte biztos nagyon sokan. Az üzemanyag súlyhátrány 10 literenként 3/10 másodperc, tehát ennyi plusz cipel magával valaki, ez 3/10-et jelent 10 literenként. A fék átlagos igénybevételt kap, viszont a gumikupás a legnagyobbak között, mert ezen a pályán rendkívül sima az aszfalt, viszont a sok alacsony sebességű kigyorsítás nagyon megviseli, főleg a hátsó gumikat. A boxkiállás rovatot a 2004-es világbajnok csapat partnere, a Shell V-Power Racing forgalmazója, a Shell Hungary RT támogatta. Most pedig folytassuk játékkal. Mi volt a négyszeres világbajnok francia Alain Prost beceneve? A professzor vagy a doktor? A jó válasz betűjelét vasárnap 15 óráig küldhetik el a 1793-as ML-díjas számra. A helyes megfejtő között kisorsolunk 5 darab egyéves F1 Racing magazin előfizetést, továbbá két szerencsés játékos Geox cipőt is nyer. És most már tényleg csak néhány perc, és elkezdődik a francia nagydíj Manicourt-ban, úgyhogy rövidesen Szolnel, Gyulái és Weber Gáboré lesz a szó, tartsanak velünk! Forma 1 Klub támogatója, a modern megtakarítási formák partnere, a Questor RT.